A torontói magyar házvezetősége és tagjainak egy lelkes csoportja a nyári napforduló napjára pikniket szervezett az újonnan vásárolt Magyarház parkolójába, melynek mottója sok szívvel egy házért volt. Rendkívül nagy horderejű eseménynek adott otthont a 600 King Street alatt található The Spoke Club 2015. január 7-én este, ahol az új Magyarház építkezésében érdekelt felek találkoztak. A megbeszélésen részt vettek a Magyarház vezetőin és szervezeteinek vezetőin kívül az épület tervezésében és kivitelezésében részt vállalók is. Balla Sándor szakmai összefoglalójában bemutatta a hivatalok által jóváhagyott építési tervet és az építkezés menetét, mindenki hangsúlyozta, hogy az épület 100%-os befejezéséhez a helyi magyarság hathatós anyagi összefogására is szükség van. Végre eljött a várva várt nap. A örömmel jelentem, hogy a Magyarháznak az építkezése, mint olyan, mai napon valóságra vált. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy minket választottak, mint építkezési vállalkozó, hogy ezt a munkát kivitelezzük, és hiszük azt, hogy együtt fogunk dolgozni, és ez a munka, ez a projekt, egy sikeres projekt fog lenni hétfőn, tehát el tudjuk kezdeni a munkát. Reméljük, hogy erre kezet fogtak ki. Jó, minden jót is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A megegyezésünknek megfelelően hétfő van, és amit látod, elkezdődnek a munkák. Ma január 12-e van az első nap, amikor a Magyarház kivitelezési munkája elkezdődött. Mostan átbeszéljük a strukturális építését, a belső építését az épületnek, és a legfőbb munkafolyamatok mostan az lesz, hogy a strukturális falak föl legyenek állítva. Már második alkalommal jött össze a torontói Magyarház építkezésében érdekeltek részvételével az a megbeszélés, melyen a Magyarház kivitelezési munkáját beszélték meg a jelenlévők. Ezek a folyamatok az építkező úgy vannak, hogy ezek minden megrendelés 8-7-es, 6-7-es, 8-7-es. Ugye ha azt veszük, hogy január 7-én találkoztunk, ugye, és most vagyunk azért szinte egy erős 8-7, amióta itt vagyunk, és mai nappal már a vasszerkezet a telepen van, tehát bekerült a vasszerkezet a telepre. Ez azt jelenti, hogy az ásás megtörtént, a footingnak a beöntése megtörtént, falakat vágtuk ki ma, pénteken elkezdjük a vasnak a beszerelését. Mindahogy tudott dolog, a vadászok ebbe vállaltak egy nagy részt, és ők vállalták ennek a beszerelését, hogy ahhoz képest, ahogy terveztük az első meetingeken, vagy megbeszéléseken, ahhoz képest a 300 ezer dolláros budgetunk le fog menni 150-170 ezer dollárra, tehát szinte 200 ezer dollár spóroltunk. A találkozó második részében a Humorral a Magyarházért címmel május 10-én megrendezésre kerülő jótékonysági vacsora került megtárgyalásra. Ez a Torontói Magyar Egyesületek, a Torontói Magyar Ház és a főkonzulátus támogatásával fog megvalósulni. Először is szeretném megköszönni az elmúlt pár hónap segítségét, amit kaptunk tőletek is, és mivel tudtuk tájékoztatni az embereket is, sokan hívtak, többen hívtak azért, hogy munkába tudjanak segíteni. Azon kívül nagyon jó érzés és felemelő az, hogy támogatását élvezzük a magyar kormánynak is. Az elmúlt hónapokban a volt köztársasági elnök, államtitkár és miniszterek látogattak meg, és bíztattak bennünket arra, hogy megépüljön ez a Magyarház, ahol kulturális összejövetelek lehetnek, és összefogni a torontói magyarságot. És természetesen minden magyar egyesületnek élvezem a támogatását, és ma pedig lehet látni, hogy a fölém bekerült a helyére a betonozás, és most annak azt csináljuk a finishinget hozzá,
és a jövőre nézve pedig bátorítom a vállalkozókat, és akik segíteni szeretnének, hogy jöjjenek, segítsenek nekünk. Mostan ki vannak ásva a betonajzat, ahova majd bekerülnek a szennyvíz és a mosdóhelyiségeknek, a konyhahelyiségeknek a lefolyói. A munka jó ütemben halad, időben is és budgetben is benne vagyunk. A mi feladatunk a Bácskobánáti Klubnak, hogy az embereknek ebédet készítsünk, az asszonyaink sütik a lángost. Fontos számunkra, hogy részt vegyünk ezekben a munkaakciókban, mivel hogy úgy érezzük, hogy ez a magyar ház a miénk. Úgy érezzük, hogy itt a helyünk is, hogyha munka van, akkor megjelenjünk, bármiben besegítsünk. Én ösztönzöm a többi klubokat, hogy kövesse az utunkat, és ők is vegyenek részt ezekben a munkaakciókban. Különben a Bácskabánáti Klubból 36 tag lépett be a Magyar Házba. Minden egyes tagot, aki befizeti a tagságot, mi úgy döntöttünk, hogy beléptessük a tagokat a Magyar Házba, és így ők is Magyar Házi tagok. Eljött a várva várt nap, amikor mondhatjuk az, hogy ki van adva az a terület, ami arra volt szánva, hogy jövedelmet hozzon a Magyar Háznak zökkenőmentes anyagi működéséhez. Ez megtörtént, július 1-én jön be a lakó, és az elkövetkező 10 évre le is kötötte. A fontos az, hogy 4 éven keresztül és több mint 100 000 dollár jövedelmünk van a Magyar Házból. Attól függetlenül, hogy 10 éves a szerződés, 4 évtől 7 évig, tehát a következő 3 év, ott már 9%-os emelkedést fogunk kapni, és az utolsó stádiumban 7 és 10 évig, abban a stádiumban megint csak 9%-os emelkedést fogunk kapni. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 10 évben ennek az épületnek a jövedelme kiadás szempontjából 10 évre fedezni fogja a mi részünkre álló Magyar Háznak a rezsiköltségeit. Sőt, még egy kicsit többet is. Jó lenne ezek után vezetőségnek lenni. Igazán nem lesz sok dolguk, egyedül az, hogy a csekket rakják be a bankba, és csak a Magyar Háznak a kulturális dolgaival foglalkozzak. Azon nem kell nekik a fájni fejük, hogy a rezsit miből fogják előállítani. A Magyar Ház jövőjének a sikere, a jövőbeni sikere az összetartásban, a nemzeti összefogásban van. Kérem, hölgyeim és uraim, gondolják meg, és mutassuk meg, hogy még mindig sokan vagyunk.